Molnár Zsolta az RMDS legfiatalabb parlamenti képviselője lesz a Szövetség polgármester jelöltje Temesváron. Az érdekvédelmi szervezet ugyanakkor más kisebbségekkel közös listán próbál képviseletet szerezni a helyi tanácsban. A Temesvári magyar közösség a város lakosságának csak valamivel több mint 5%-át teszi ki azonnal. 2004 óta minden választáson indít polgármester jelöltet. Idén Molnár Zsolta jelölt, aki úgy gondolja, ezzel újabb szintéren lesz lehetőség megismertetni a közösség elképzeléseit, törekvéseit. Ennél talán még fontosabb mandátumhoz jutni a tanácsban, ahol eddig nem volt képviselve a szövetség. Emiatt több kisebbséggel együtt közös listával indulnak hiszen a város lakosságának mintegy egy, egy tizede kisebbségi. Az RMDS a többi kisebbséggel közösen indul, most már ez a harmadik választás, amikor a szláv kisebbségekkel közösen indulunk, és az a fő célunk, hogy a lakosság 10%-ának a meglátásait, észrevételeit tudjuk bevinni a városvezetésbe. Temesváron működik egy konzultatív tanács, amely a kisebbségeket fogja össze, viszont a jelenlegi polgármester ezt inkább kirakadt intézményként használja. Hozzátette, az RMDS-nek vannak elképzelései a város általános problémáira, de a magyar közösséget érintő tervei is. Így például a Magyar Színház és Bábszínház mellett hivatásos tánccsoportot is indítanának.